kemény a kömény, a kakuk függ, kakuk gól, legyes a kés, a klófoló, kiklófó, hogy jog a só, füstönek a fűszerek, röfög a csirke, csipog a sertészelek, fizik a sütő, a kaja már bedobva, forcsog a leves, mindenki lenyomva, hús gombó, csorra az asztalon, te főző, Zsoltika, mi meg felfalom. Egyik címborátok, aki már nagyon remélhetőleg feliratkozott a csatornára, szóval pénteken a premier alatt, mert ugyebár minden pénteken, 19.30-kor új péntek esti receptet láthattok itt a Fotokitchen YouTube csatornáján, és élő csettel várlak benneteket. Na hát, onnan egyikőtök ott múlt pénteken megjegyezte, hogy jön az október, úgyhogy csinálhatnánk valami bajoros szajrét. Hát nekem bizony több se kellett. Úgyhogy most wurstot fogunk készíteni, igazi német kolbászt. A kolbásznak a hazája az Németország, ez vitathatatlan. Szinte minden egyes német városról el van nevezve egy kolbász. Van egy-két apró alapszabály, amit érdemes betartani, de aztán olyan erezdel a hajamat lehet rendezni, amiért csak akartok. Mi Kottányi Pajtikán segítségével ma egy komoly erezdel a hajamat rendezünk, de megpróbálok egy olyasfajta ilyen grillkolbászt létrehozni, mint amilyet az ember mondjuk Berlin utcáin sétálva tud venni egy kioszkban, ahhoz valami nagyon hasonlót. Néhány apró aranyszabály van, amit hogyha betartotok, akkor utána nem tudtok hibázni. Az első az az, hogy a kolbászban a hús és a zsiradék arányának körülbelül ilyen 25-35% közé kell, hogy essen. Én egy meglehetősen sovány változatot fogok csinálni, én megpróbálom eltalálni azt a 25-26%-ot. Ehhez én sertéslapockát fogok használni, amit itt láthattok, és ez általában a nyers ilyen zsiradékot, nyers szalonnarétegét ajánlják a sertésnek, de nekem van egy trükköm, én egy ilyen füstölt csemege szalonnát fogok mellé darálni. Ez már eleve ad neki egy ilyen füstös ízt, és pont annyit, amennyi kell. Nem az lesz, hogy az ember ilyen benzingőzt befög fel utána, egész délután, miután megevett egy kolbászt, és a fokhagymával is nagyon csínyán fogok bánni, majd meglátjátok, és arra van egy trükköm, amit kitől tanultam, Szél Tamás Pajtikámtól. Na tehát az egyik arány az az, hogy 75% hús, 25% zsiradék, tehát 3 kg húshoz, mint ahogy itt esetünkben is nagyjából lesz, körülbelül 3 kg lesz majd, mikor megtisztítom, most 3,5, és használok hozzá majdnem 1 kg szalonnát. Na, a másik arány. 1 kg húshoz 18 g só. Akkor is, hogyha tojáslepény hullik az égből, akkor is, ha az északi sarkon vagy, akkor is, ha 3000 évvel ezelőtt vagy, vagy 5000 év múlva is, 1 kg kolbászhúshoz 18 g só kell, akkor lesz ilyen finom. Egy kicsit matekoznom kell, mert ugye a szalonnám az már sós, tehát 1 kg már sós, úgyhogy én csak a hús kilójára fogok számolni, de hogyha nyers zsiradékot tesztek bele, akkor az össztömegre kell számolni. Ez remélem, hogy érthető. Ez egy külön matekórára várlak benneteket. Érdemes utána nézni, hogy hol lehet jubelet vásárolni. Ugye ez vékonyabb és olyan kis elegánsabb kolbászkák lesznek belőle, mint a mi általunk ismert, ez a sertésbélbe töltött ilyen vastag kolbász. Jubelet ugye sózva lehet kapni. Érdemes már rögtön az elején kézmeleg, tehát langyos vízbe beáztatni. Legalább egy órát ázzon. Mutatom nektek, most még csak mutatom, hogy már itt van a bél, itt van a bél, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Nem, Petőfi Sándort nem csúfoljuk meg, az ősszel van, tehát az ősz az tényleg itt van, és tényleg szép, mint mindig én nekem. Na, ezt lehet, hogy már ki fogom vágni, de még az sem biztos, úgyhogy lehet, hogy ezt most végig szenvedtétek, viszont ha végig szenvedtétek, akkor most jön a klassz dolog. Innentől kezdve azt tesztek bele, amit akartok, fűszereket. Kilónként olyan 1-2, 1,5 gram, attól függ, hogy milyen erősek a fűszerek. Mikor odaérünk, akkor majd elmondom, hogy én milyen arányokat használok. Na, de most először is Tróger meló következik. Ezt a gyönyörű sertés lapockát meg kell tisztítani, inokat, meg ilyen izéket, ezeket szépen kivagdossuk belőle. Akkor drukkoljatok! Ilyen cupákokat, ilyen izéket
kivagdossuk belőle, a tiszta zsír az maradhat, mert a zsíros részek azok kifejezetten hasznosak. És fölvágjuk ekkora darabkákra az egész húst. Na, most, hogy feldaraboltam a húsit, most látszik egyrészt, hogy nagyon szép, tiszta sertéslapocka volt, viszonylag kevés volt benne az ilyen inas, ilyen porcos szutyok, nem túl sok, de azért mindenképpen tiszta állapotában érdemes lemérni, mert ez most így, ahogy van, ez már bele fog kerülni a kolbászba, és nekünk az számít, hogy ez pontosan hány kilogramm. Úgyhogy most le is mérem. Hát gyerekek, ez 3180 gram, ami azt jelenti, hogy 3 kg és 18 deka. Úgyhogy nagyjából ilyen 3 kg, 3,2-vel számolunk. Csak hozzáteszünk annyi szalonnát, hogy az egész tömege legyen 4 kg, tehát körülbelül egy ilyen 80 deka, 1 kg szalonnát fogunk hozzátenni, de a lényeg az, hogy a fűszereket meg a sót csak a húshoz kell számolnunk, még egyszer mondom, mert a szalonna ugye már sózott, feldolgozott állapotban van. Következő lépés a fűszerek előkészítése. Először is kimérem a sót, hogy 3x8, 24, 3x10, 30, tehát 54 g 3 kilóig. Egyébként érdekes mondom, pont 18 g-ot raktam bele egy kanállal. És 36-ot másodikra. 54, plusz a maradék 200 g-hoz hozzáteszünk még, hát mondjuk ilyen 3 g-ot. Fél g-ot már senki sem fog megérezni. Nem vagyunk olyanok, mint a hifi őrültek, akik azt mondják, hogy igen, nagyon jó a hifi cuccod, de hallom, hogy nem ezüst tüskén állnak a ményimóid. Elmész? Következik Kótányi Pajtikánk nagy napja. Az igazi bratwurst alapjain elindulva, amiben van kardamom, citromhéj, szerecsendióvirág, szegfűbors, római köményt is fogok belepattintani, és fogok belepattintani szerecsendiót is, és ha majd odaérünk, akkor majd azzal is bóckodok, fogok beletenni citromfüvet is, meg fogok beletenni egy kis metélőhagymát is, ugyanis a németeknek van olyan fajta kolbászok is, amiben, hogyha beleharapsz, akkor ilyen kis zöld zárványok vannak benne. Most azt képzeljétek el, hogy az új hagyma olyan óvatosan, nagyon lassú lángon lepirítva, és azzal van egy kicsit fellazítva a kolbászhús, de én most a kotányféle szárított metélőhagymát fogom beletenni. De most egyelőre ezekkel a fűszerekkel van dolgunk, ezeket ugyanis, amik egybe vannak, azokat előre meg fogom pirítani, és csak utána fogom leőrölni őket. Minden kiló húshoz beleteszek 1 g római köményt, körülbelül ilyen 3-4 g-ot kell beletenni, mert bele a serpenyőbe. Még nem gyújtottam alá, csak oda gyűjtöm a szajrét. 1 g mehet bele szerecsendió virágból, a szegfű borsból is, hát abból is egy ilyen fél 1 g mehet bele kilónként, tehát egy ilyen másfél-két, maximum 3 g-ot teszünk bele, mehet a serpenyőbe. Aztán jöhet a fekete bors. A fekete borsból több is mehet bele, abból akár másfél g-ot is beletehetünk kilónként. Jó borsos lesz, fincsi. Ezzel megvannak az egész fűszerek. Csak az egész fűszereket fogom megpirítani. Azokat, amik már eleve őrölve kerülnek bele, azokat nem pirítom meg, nehogy megégessem őket. Ilyen módon kerül majd még bele kardamom, citromhéj, gyömbér, meg ki tudja még majd mi minden fog eszembe jutni. Na, jó, akkor egy kicsit megpirítom a fűszereket. Nem kell nagyon, éppen csak egy picit az ember, mikor már elkezdi megérezni az illatát, akkor már jó is. Alig egy percig melegítettem a fűszereket, már is elkezdték ontani az illatot magukból, úgyhogy most mehet bele az őrlőbe. Mozsárral is csinálhatjátok, hogyha éppen van hozzá kedvetek. Felháborító illata van. Hozzákeverem a sóhoz, jöhet a gyömbér, kilónként ilyen, hát mondjuk ilyen 1 g-ot hozzá pattintunk, mit szóltok hozzá. A kardamom az egy elég jellegzetes ízvilágot ad neki,
mondjuk ebből egy ilyen kilónként egy ilyen fél grammot teszünk hozzá, tehát kb. Egy ilyen 2 grammot összesen. Mehet hozzá a citromhéj, kilónként mondjuk 1 grammot nyugodtan hozzá lehet tenni. Őrölt szerecsendióból, éppen csak egy keveset teszek hozzá, nem is mérem egy ilyen kanálhegynyit. És akkor ezt a citromfüvet is, ebből is egy keveset hozzáhajítok, egy ilyen félevő kanálnyit körülbelül. A szárított metélő hagymából, meg mondjuk egy ilyen, hát egy ilyen evőkanálnyit hozzádobok. Kettőt. Másfelet. És most jön egy érdekes hülyeség, ami nagyon meglepődtem, amikor olvastam, és aztán meg is kérdeztem egy kölni ismerősömet, hogy ez tényleg igaz, és azt mondja, hogy igen, hogy javítsák az állagát időtlen idők óta, mióta a tejpor létezik, ez egy titkos összetevőnek számít, hogy egy kis tejport is raknak bele, az egész 4 kilónyi mennyiségbe beleteszek 100 gram tejport. És ilyenkor, ha hiszitek, ha nem, még nem a darálás következik, hanem maga a fűszerezés. Ugyanis ezeket az öklömnyire vágott húsdarabokat sokkal jobban és sokkal egyenletesebben be lehet fűszerezni, így egyben, mintha már ledarált állapotban próbálnád meg összekeverni. Na, így néz ki a hús. Ez az a pillanat, amikor egy kis trükkel hozzáadunk egy pici fokhagymát. Egyetlen egy gerezd fokhagyma az egész szajléhoz. Belehajítom ebbe az őrlőbe, mellé öntök egy nagyon pici vizet. És most ezt a fokhagymás vizet egyszerűen ráöntöm így a húsra. Így. És jöhetnek a fűszerek. Nem úsz meg, össze kell forgatni. Amint látjátok, ilyen módon minden egyes húsdarabot teljesen egyenlő módon, egyenlő mennyiségben befed ez a jó kis keverék. Mindenhová pontosan egyenlő mennyiségben jut belőle. Most a kolbászhústól, meg tőlem is elköszönünk egy órára. Először is én elmegyek lezuhanyozni. Másrészt a húsokat pedig berakom, nem is akárhová, a mélyhűtőbe. Az kell, hogy lehűljön jó hidegre, jó kezelhető legyen, amikor ledaráljuk és amikor betöltjük. Na, fürdés! Üzemi hőmérsékletre hűltek a húsok, jó ragacsos, nyírkos lett a sótól, és közben amíg ti nyaraltatok, én feldaraboltam a szalonnát is, és azt is betettem a mélyhűtőbe, úgyhogy most minden jó hideg, úgyhogy kezdődhet a darálás. És a darálás úgy kezdődik, hogy fogok egy ilyen nagy darab húst, és mellé rakok egy ilyen kicsi szalonnát, körülbelül ilyen milliben olyan arányai vannak, mint ahogy majd be fog kerülni a kolbászba, és így szépen elkezdem összedarálni. És ezzel zárom soraimat, mert ha bekapcsolom a darálót, akkor nyilvánvalóan nem fogtok hallani semmit. Napuszi, darálás végén találkozunk. Így néz ki a szép kis kolbászhúsunk jelen pillanatban. Most egyszer így átforgatom, egyszer megmozgatom, éppen csak annyira, hogy a zsíros részek elosztódjanak benne. És most újra vissza kell tenni a hűtőbe, hogy jól formálhatóvá váljon. Dermedjen meg, és akkor kezdődhet a kolbásztöltés. A hús megpihent, szépen lehűlt, jól kezelhető. Közben felbuheráltam ide ezt a jó kis kolbásztöltőt.
ez egy viszonylag picike kis kolbásztöltő, ez pont az ilyen otthon kolbászt töltő jampecoknak való, mint amilyen én is vagyok. Na, ha nem láttatok, ha tudjátok, ha ti vagytok a kolbásztöltő király az egész kerületbe, akkor most nem kell ide figyelni. De egyébként, aki meg még nem csinált ilyet, és nem is volt hozzá bátorsága, azt most megmutatom, hogy hogy kell csinálni, vagy legalábbis, hogy érdemes. Na, fogod a kolbásztöltőnek ezt a magáját, ezt az űrhajó részét. Szépen itt van egy ilyen okosság, hogy ide beakasztod, így. Aztán majd ide letesszük, és innen bele fog menni a dugattyú, de először is így felállítjuk, alá tettem egy ilyen papírtörlőt, így felállítjuk, meg kell fogni a kolbászhúst, és ügyesen le kell hajítani ennek az aljába, hogy ne maradjon benne levegő. Most én kinyolábolok ebből egy jó nagy hatalmas adagot, amekkorát csak tudok, akkor jó, hogyha egybe egy ilyen gömbbe meg tudom fogni. Így szépen egy ilyen golyót formálok belőle, amit úgy érzem, hogy bele fog majd férni ebbe a cumba, és így fogom, és bele passzírozom az aljába. Nem szabad, hogy levegős maradjon. Maradék húsi megy vissza a hűtőszekrénybe. A hús benne van a töltőben, rögzítem a másik végét, így, és magát a dugattyút beletekerem. Amikor a belet vásároljátok, akkor mindig tájékozódjatok, hogy milyen vastagságú a bél. Az enyémre azt mondták, hogy kb. 22-24 mm vastag, tehát én most a 20 mm-es töltőcsövet fogom rátekerni ügyesen, hogy ne menjen bele levegő. Teljesen levegőtleníteni kell a rendszert, és akkor minden tökéletesen fog működni. Na, most jön az egésznek talán a legszürreálisabb része, amikor a belet ráhúzzuk a csőre. És akkor most lehet mindennel viccelni, igen, koton, fallikus szimbólum, stb. A bél most már órák óta ázik ebben a vízben. Óriási szerencsével megtaláltam az egyiknek a végét. Szépen, óvatosan, ha nem ráncigáljátok, ilyenkor, amikor megázott, akkor valamilyen érdekes módon nem fog összegubancolódni, de ha összegubancolódik, akkor sem kell tőle megijedni, legrosszabb esetben elvágod, vagy elszakítod. Jobb vágni, mint szakítani. Amikor sikerül ilyen szépen szétszálazni, egy kis türelemjáték néha, meg kell keresni az egyik végét, szét kell nyitni, és hát nem lehet megúszni, bele kell fújni. Mehet is rá a csőre. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy azért csinálom ilyen ügyesen, mert fiatal koromban csináltam néhány filmet, amire nem vagyok büszke. Na, ezzel a koton és a Brunner analógiát felejtsük is el örökre. Persze ne örökre, tudom, hogy vicces. Na, megvan a vége a bélnek. Az egyik vége ugye szépen ide fel van húzva, ez egy szép nagy hosszú bél volt. Ide egy egyszerű csomót kötök a végére, így inni. Kicsit feltunkolom itt a vizet, pusztán esztétikai szempontból, és ezt a jó kis pálya sütőt ide teszem, ebbe fogom majd szépen belekunkorítani az elkészült kolbászt, de azért, hogy ne tapadjon le, egy nagyon-nagyon pici olajat, tényleg csak néhány cseppet hintek bele az aljába. Ide készítek egy hústűt magamnak, és bizony, amikor úgy érzem, hogy eloszlathatatlanul felfújódik, felbuborékosodik a kolbász, akkor bizony kiszúrom, nem lesz semmi baja. Nagyon lassan, nagyon óvatosan, és amennyire csak lehet, egyenletesen megtöltjük az egész hosszú belünket. Nem kell túl feszesre, túl lágyra sem, hát ez az, amit gyakorlással lehet klasszul megtanulni. A lényeg az, hogy nem szabad vele kapkodni, nem szabad sietni. Szépen, óvatosan, lassan. Időről időre mindig igazítok egy kicsit a már elkészült kolbászon, hogy szépen tekeredjen. Az a jó, ha egy kolbász arra konkorodik, amerre ő szeretne.
Na, amint látjátok, 4 kg kolbász húsból 35 kg kolbász lesz. Hülyeség, hogy lenne annyi? Hülyéskedjetek már, ne vegyétek komolyan a sok marhaságot, amit mondok. 4 kg kolbász húsból pontosan 4 kg kolbász lesz. Az, hogy hány méter, azt nem tudom nektek megmondani, de ez bizony jó sok kolbász. Megmutatom, hogy hogyan kell porciózni. Vagy frissen megsütitek az egészet és megeszitek, vagy leporciózzátok, lefagyasztjátok. Na, én félre is teszek magamnak egy darabkát, amit itt frissen meg fogok sütni, mondjuk ezt a szép darabot. Én négybe hagytam, mondjuk ebből 4 ilyen szép kolbász jön ki. Az első az oké, az tiszta. Kinyomkodod belőle a húst, és megtekered egyik irányba, magadtól elfelé. Így. A másodikat szintén kinyomkodod, és azt magad felé tekered. Ez a kolbász arra tekeredett, ezt meg erre tekered. És ugye ezt erre tekerted, akkor a következőt arra fogod tekerni. Így. És akkor az őszi kollekcióhoz ezt lehet viselni kiegészítőként is. Na, hát most a leghálásabb dolog következik, a kolbásznak magának a megsütése, valamint elfogyasztása. Mint bármikor, amikor kolbászt süt az ember, jó alaposan megszurkáljuk. Nagyon jó minőségű a bél, nagyon ügyesen töltöttük meg, nagyon finom a hús, remélhetőleg nem fog kirepedni. Szépen lassan sütjük, mégis muszáj megszurkálni. Szépen beteszem a serpenyőbe, pici olajjal ki van kenve, így. És amíg megsül, addig elmesélem azt a történetet, hogy hogyan alakult ki a currywurst, ugyanis az az én óriási kedvencem. Amikor én életemben először jártam nyugaton, az nem volt máshol, mint Bécsben, és akkor ott lehetett kapni az utcán, mint ahogy most is lehet kapni currywurstot, és akkor én ezt megkóstoltam, és akkor én abban örökre beleszerettem. Currywurst az tulajdonképpen nem attól currywurst, hogy mi van magában a kolbászban, mert bármilyen kolbász mellé elheted magát a mártást, magát a szószt. Egyesek Hamburg városának tulajdonítják, és hogy valamikor már a 30-as években állítólag ez kialakult, de az igazi történet az az, hogy csak 1949-ben Berlinben jelenik meg a currywurst, ahol volt egy Hertha Heuer nevű hölgy, akinek kolbász sütődéje volt, és hát elég csórok voltak az emberek, a kolbászba is alig került valami fűszer. Általában a fűszert a legnehezebb mindig beszerezni, mert még az egy kis lóhús, meg ez az amaz azért még akad, amiből kolbászt lehet készíteni, de a fűszer az igazán értékes dolog. És Hertha talált a polcon, valahol a kamrában, még a békeidőkből egy kis körit, és ezt összekeverte paradicsomszószal, és mustár híján, meg egyéb fűszerek híján ezt adta a kolbász mellé. Később aztán Hertha szabadalmaztatta is a találmányát, és ebből alakult ki a currywurst. Úgyhogy én most Kotány Pajtikánk segítségével felidézem Hertha Heuer szellemét. Nem csinálok be olyan nagy faxnit. Egy kis ketchupba belenyomok egy kis curryt, és hello! Kész is van. Hertha Heuer egyébként hagymát is tett bele, úgyhogy mi sem maradunk hagyma nélkül. Kotányi Pajtikánk röszt cvíbeljét, azaz pirított hagymáját fogjuk beletenni, hogy egy kis ropogós elem is legyen a mártásban. De természetesen friss hagymát is tehettek bele. Így ne. Hausgemacht, békebeli currywurst. Hát azért kis mustárt is fogok mellé ajánlani magamnak. Na, nézzük, hogy áll a kóbász. Ó, gyerekek, nagyon szépen néz ki. Azt kell, hogy mondjam, gyönyörűen néz ki. Gyönyörűségesen. Pont, mint egy igazi bajor kolbász. Na, de hát ez volt a cél. Na. Hát, kész. Ez elkészült. Egy finom falat jó kifli, vagy ugye egy jó császárzsemle, hogyha az ember a császárvárosban jár, Bécsben. Gyönyörűen átsült, curry szósz, egy kis mustár. Na jó, nem fényezem többet magam. Ajánlok
elbúcsúzom tőletek. Kotánynak köszönjük a finom fűszereket, a titkos fűszer összetevőket. Puszilunk benneteket, jövő pénteken találkozunk.